Egymást érték az autók péntek délelőtt a Szent István úton, eddig szavuk sem lehet a sofőröknek, hiszen az ősz nem állította őket komoly megpróbáltatások elé, de ha ez változik, bizony az autósok többsége csődöt mondana vészhelyzetben. Valóban a közlekedők jelentős részénél értékrend probléma van, tehát a közlekedés az egy szükséges rossz. Ahelyett ott is a szabályok betartására törekedni, nem minden áron való előrejutásra, és néha a szakismeretek, vagy akár a közlekedési rendnek egy-egy helyen a megváltozásából ahhoz utána nézni, felkészülni, vagy jobban figyelni. Az oktatók feladata az, hogy a jogosítvány megszerzésére készítsék fel a tanulóvezetőket, később már a sofőrök felelőssége, hogy a jeges utakra vagy egy defektre felkészüljenek. A vezetők közel 80%-a még azt sem tudja, hogyan kell például vészfékezni. Magyarországon már sikos pályák elérhetők. Ott kellene ezeket a korlásokat, hiszen fél-egy óra alatt olyan szituációk tömegén megy át a kezdő vagy akár a haladó gépkocsi vezető, amelyből a hétköznapi közlekedés során nagy valószínűséggel baleset következne be. A megfelelő vezetés technikai ismeretek egy veszélyesebb szituációban életeket menthetnek. Ennek ellenére a magyar autósok körében végzett kutatás eredménye lehangoló. Több mint fele a hazai sofőröknek azt sem tudja, hogyan reagáljon, ha autója megcsúszik az úton és lesodródik a patkára. Hogy ki az, aki felkészült, és ki az, aki nem a téli váratlan útviszonyokra, azt mindenki döntse el saját maga, de egy biztos, hétfőn előbb havasesővel, majd hózáporral igazi tél érkezik a környékre, vagyis csak óvatosan azoknak, akik az utakra merészkednek. A Győr Plusz híradóban Zombai Kovács Ákos tudósítását látták.